Hát vitt. Tehát az a baj, hogy nagyon könnyű. Az az, hogy ez be van törve. Tehát amíg ők mentek, addig nem volt betörve. A gyerekek, szokásos. Ugye az első kör neki nagyon jól ment, a második kör már nem lesz. Orbán Bara, felicitări, Orbán! Figyelem! Orbán Gabi egy profi edzésportoló. Ne próbáljátok leutánozni otthon vagy bárhol, amit a csatornáján láttok. OG! Bam! Orbán Gabi fog átugratni minket. És milyen jó lesz. Rúgom a pedál. Húzom a féket. Három Guinness rekord a zsebbe, az utcán tekerve, jöhet bárki szembe. Rúgom a pedál, húzom a féket, egyet üzenek, szopjanak a kékek. OG fam, sziasztok! Újabb nap, újabb videó, kellemes reggelt, kellemes délét, kellemes délután, nem tudom mikor néztek, nem is az a lényeg. Lényeget már tudjátok, iratkozzatok fel a csatornámra, kapcsoljatok kis hangot, kis hangot, nem hagyjatok le semmiféle feltöltésről. Gyerekek, újabb nap és újabb videó, itt vagyunk Rödde utcón. Eljöttem a Campionat Nacionalra, hát lehet, hogy csak meg fogom bánni, hogy eljöttem, nem biztos, meglátjuk. Hát a pályákat azokat megmutatom. Egy ilyen, hát vicc. Tehát az a baj, hogy nagyon könnyűek. Hello! Szóval mutatom, ilyen egy sínben van, könnyű nagyon minden. Illetve itt van a legnagyobb probléma, mert le vannak festve ugyancsak, és csúsznak. És azt akarom mondani, hogy ez a baj, hogy ugye, hogyha megcsúszol és leteszed a lábad, annyira könnyű a pálya, hogy a következők, akik jönnek, nem teszik le a pályát és elveszteted a versenyt. Tehát nem értem. Na, miért kell? Nem ilyen kell legyen egy triál verseny, négy pályán, öt kéne legyen, két kéne menjünk, de már kezdték, hogy meglátjuk, hogy lehet, hogy csak egyet megyünk. Na, 20-asba se vagyunk olyan sokan, konkrétan szerintem hárman. Mutatom pályákat. Ez ilyenkor takony. Korcsolja a pálya. Korcsolja a pálya. Arról megint beszélünk, hogy minden bal lábra van építve. De hát mit is várunk ezektől az emberekről, nem? Ahogy mondtam, a federáció elnök is ki volt akadva. És hát ilyen utolsó percben akkor végül, ugye először úgy volt, hogy dual triál verseny lesz, és akkor rászóltak a federációtól, hogy ezt nem lehet így, mert akkor ki lesz az országos bajnok, és akkor csináltak három ilyen összevetett pályát. Na, hát én megpróbálom kihozni a legjobbat magamból, ezt megígérhetem. Lassan megyek öltözni át, bemelegítés, iratkozás, és akkor jövünk vissza a bemelegítéssel. Á, nem, mégis még van valami. Ugye, hát az éjjel lefeküdtem 11-kor, de én nem szoktam ilyen korán lefeküdni. Így egész éjjel forogtam, most meg alszom el. Úgyhogy szerintem, aki nézi a videóimat, az tudja, hogy mi fog következni. Szóval így van. Az energiaitalt fogom most bekeverni, geniusnutrition.hu, geniusnutrition.ro, Orbán 12 az a kód, ami 12%-os kedvezményt kaptok a Gabi után. A jeges víz ideért egy darab jég az előbb még volt benne. Warcry Ultra dinnyés, mert az a kedvencem. Ja. No. Hoztam még egy PCA-t a versenyre. Ezt
kastányi. Az már be van téve a dobozba, csak rá kell öntsem a vizet. Na, öltözgetek meg ilyenek. A gyerekek! A gyerekek! Ez volt a bemelegítés. Itt a falon bemelegítettünk, ugye a bemelegítésből sokat nem kameráztunk. Gyerekek, letettem a lábam, de amit nem mond senki, az az, hogy ez be van törve, bazd meg. Tehát amíg ők mentek, azért nem volt betörve, nekem meg be van törve. Ezt nem lehet megcsinálni, érted? Nekem nem lehet megcsinálni.
A gyerekek, szokásos, ugye az első kör neki nagyon jól ment, a második kör már nem lesz. Tehát szerintem az életben nincs még egy olyan hely, ahol az országos bajnokságot négy pályán, egy kör alatt csináljuk meg. Hát de most itt van. Illetve még egyszer mondom, hogy az a geci ízé be volt törve, és mutatom nekik, hogy be van törve, nincs mit csináljunk. Nincs mit csináljunk. Hallod? Na és itt bringázott ő tovább a két verseny, vagy két kategória között, teljesen betörte az akadályt. Ugye előtte már be volt repedve, hogy a 20-assal legyen még könnyebb dolgunk. Itt ugye mivel be volt repedve, egy biztonsági megoldás, letettem a lábam, nehogy elessek. Ez volt egy hiba pont. Aztán itt mondták, hogy lehet, hogy a hátsó kerekem nekem is keresztezte a kaput, ez hazugság, ugyanis tökéletesen egyenesen ment be. Itt is mondták, hogy kilógtam, ez se igaz. De hát mondták, hogy velem is kivételeztek. Aztán itt letettem ugye a lábam, ez egy hiba pont, két hiba ponttal végeztem én. Ő volt olyan korrekt, hogy feltette az ő futamait, balfasz. Na, itt kiesik, itt automatikusan kéne deszkázni, a csaj a bíró azt látja, jól látszik, ott van előtte, de hagyja, hogy menjen tovább. Aztán itt lecsúszik, egy pedál, egy hajtókar, az minimum egy hiba pont egy normális versenyen, de ő mehet tovább. Itt lábát leteszik, pedált is, és itt látszik, hogy nem is megy be a kapuval, de hát mehet tovább. Itt keresztezi a kaput, ez ötös kéne legyen, de megy tovább. Aztán itt jön még egy hiba pontja, ami a harmadik, és végül itt a negyedik, de hát 4-2 és egyenlő mi. A gyerekek, hamarosan kezdődik a 20-as. Annyi a különbség, hogy nem az eliten fogunk menni, hanem a piroson, ami a senior vagy master vagy fasz tudja mi az. Mondjuk ez itt ugyanaz. Szóval ez itt ugyanaz. Érdekes lesz. Jövünk vissza a versenyen. Hello! Thank you.
Azaz gyerekek, a 20-asban nem tudtak megcsinálni, nem tudták ácsolni, 26-osban ácsolták megint. Ügyes mondjuk a srác, na de azért nem annyira. Most még lesz egy side over, úgyhogy megvan, szerintem 20-asban országos vagyok, 26-ban még országos második, de még jövünk vissza a pódiummal, illetve most még lesz egy side over verseny is. Na és akkor csináltak egy ilyen bohóc side versenyt is. Látszik, hogy hasa volt a botnak, nem mindenkinek egyformán görbült, valami hülyes lag volt. Ezt abszolút nem vettem komolyan, aztán elkezdett petyeregni az eső. Ezt az ugrást mindenféleképpen beszedtem volna adni, meg akartam próbálni, hogy látszik, esik az eső. Aztán itt volt még ez a nagy csúszás, és itt elesek. Nem lett semmi bajom, itt már nagyon zúgott az első, abszolút nem vettem komolyan ezt a side versenyt. Ez még átment, de tényleg az volt, nem mindenkinek egyforma magas volt. Aztán itt leverem, és nem is érdekelt annál jobban. Mivel esett az eső. Na és akkor itt van az Elite 26-osnak a dobogója. Ugye itt harmadiknak tettek be, itt nem álltam fel, amikor bemondták a nevem. Mikor mindenki föláll, majd oda megyek, egy pillanatra átveszem az érmet, meg amit nyertem, és leszállok a dobogóról, ugyanis abszolút nem volt fair play ez, ami ott történt, és úgy érzem, hogy sem a második helyzet részéről, sem az első helyzet részéről, sem a szervezőség részéről, ugye az első helyzet lett, vagy az első helyzet volt a szervezője ennek az egésznek. Na hát ezt erre vágytak, elcsalták, gratulálok nekük, ugye tisztán látszott, hogy ez egy nappali rablás volt. Hát nagyon örvendhetnek, meg boldogok lehetnek ezekkel a titulusokkal. Na és akkor itt van az Elite 20-as dobogó. Na gyerekek, a történelem megismétlődik. A 26-osban most ellopták a második helyet. Azt mondták, hogy egyenlő pontunk volt, és időben megvárt. Ilyenkor csak én láttam olyat, hogy egy pályán belül háromszor tette le a lábát, én meg össze-vissza szerintem azt hiszem kétszer raktam le. A cigányság és a rosszféleség, hogyha fájna, akkor ezek tudnak ordítani szerintem. Még egy cigányverseny, és most már tényleg azt mondom, hogy ez volt az utolsó, hogy én idejöttem. Na gyerekek, közben hazaértem, és eltelt egy pár hét is. Változatlan a dolog, elcsalták tőlem az ezüstérmet, közben meg le is tiltottak az összes lehető platformról. Ugye ezt a videót utána csináltam én, amiben itt kommentálom, hogy hogy tett el a lábát ő meg én, meg összehasonlítottam. Csávokán föltöltötte YouTube-ra, hogy legyen még meg a bizonyíték is, hogy hogy csalták el. Ugye azt a videót Facebookra készítettem,
oda kiraktam, a federációtól egy ember mondta, hogy meg kell kontesztálnom, de fennáll a lehetőség annak is, hogy mindenkitől elvesznek mindenféle érmet, meg minden, mert ugye egy nagy cigányság, egy nagy szar volt az egész verseny, semmiféle nemzetközi UCI szabályzatnak nem felelt meg, négy pályán mentünk egy kört, egy vicc is volt, úgyhogy nem foglalkoztam, illetve kaptam ígéretet arra, hogy jövőre megszervezhetem én az országos bajnokságot, úgyhogy hát szerintem ez lesz a legcélszerűbb. Én viszont korrekt versenyt szeretnék majd rendezni, nem magamnak építeni, illetve nem direkt arra menni, hogyha én szervezem, akkor én nyerjek. Sajnos itt tart a mi hazánkba a triál, nincs utánpótlás, és mindenki ezzel védekezett, hogy örüljek, hogy még ennyi is van. Úgyhogy sajnos ez van. Jobban kell menni, nem szabad egy lábot se letenni, és akkor nem tudják elcsalni. De tényleg olyan könnyűre volt minden építve, és ugye azt kell tudni, hogy ez a pálya a hátsó udvarából volt kihozva, úgyhogy ő ismeri az akadályokat, tudja, hogy melyik szél, hogy dob, hol lehet, mit lehet, de hát egy hazai pályán nehéz az embert megvárni. Na ennyi lett volna már ez a videó, ha tetszett, ha tudod a dolgot, nyomj egy nagy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, kapcsolj kis csengőt, kis harangot, illetve nyisd le, hogy all notification, hogy ne maradj le semmiféle feltöltésről. Itt van az Instagramom, ott is kövess be, és ott vagyok a legaktuálisabb, ott eljöttek a sapkák és a sírmi sapkák, illetve oda küldettek a ti estetek, kérlek videó, az a ti eséseitek. Nem maradt más hátra, mai nap pikament ment ide. Én Orbán Gabi voltam. Peace. Szopjanak a kékek, a kékek, a kékek, szopjanak a kékek, a kékek, a kékek, szopjanak a kékek, a kékek.